szeretnék egy olyan közösséget, ahol az emberek biztonságban érzik magukat, már mint nem csak úgy, hogy nincs bűnözés, hanem anyagi biztonságban. Együtt él egy krisnás, egy keresztény, egy buddhista, egy ateista közösség. Az időseknek nincsen, nem kell aggódni, hogy nagyon magukra maradnak. A közösség ugyanúgy gondoskodik róluk életük végéig. Egy szenvedélyem, hogy hogy lehet olyan közösségi, társas, csoportos tereket találni, vagy belül önmagunkba tereket teremteni, amelyek lehetőséget adnak a tanulásra. Amelyek ilyen befogadó, jól komposztált terek, amelyben egyszerűen beindul az öntanulás képessége.